Fidesz győzelem, újra kétharmados többsége lehet az eddigi kormánypártnak a parlamentben. Megvan az alap a stabil kormányzáshoz. Ez az első olyan választás, amit a Fidesz kifejezetten magas részvétel mellett nyert meg. Rekordok dőltek, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyes számú választókerületben az országos átlag fölötti 69,14%-os volt a részvételi arány a vasárnapi választáson. Újra kétharmados többsége lehet a Fidesz-KDNP-nek a parlamentben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szavazatok feldolgozása még folyamatban van, hiszen az átjelentkezők voksait még összegzik. A lakóhelyüktől távol szavazók miatt volt olyan szavazókör, amelyet csak este 11 óra előtt nem sokkal tudtak bezárni. Magyarország nagy győzelmet aratott, sorsdöntő győzelmet arattunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap éjjel a kormánypártok budapesti eredményváró rendezvényén. Kiemelte, Magyarország még nem tart ott, ahol szeretnék, de már elindult a saját maga választotta útján. Magyarország ma nagy győzelmet aratott. Néhány visszafogott és szabatos mondatot szeretnék most mondani, mert amikor ilyen eredményt ér el az ember, akkor érvényes az a bölcsesség, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire. Bár még nem hivatalos, az eddigi eredmények alapján a Fidesznek újra megvan a kétharmada a parlamentben. 97,5%-os feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP 133 mandátumot szerez. Ez éppen annyi, amennyit 4 évvel ezelőtt is kaptak, a kormánypártnak tehát ismét megvan a többsége, ami a minősített törvényekhez kell. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében gyakorlatilag véglegesnek tekinthetők az eredmények, 6 választókerületben magabiztos győzelmet arattak a Fidesz-KDNP jelöltjei, míg a Jobbik egy körzet kivételével a második helyen végzett a vasárnapi választáson. Nyíregyházát leszámítva mindenhol a 4 éve is indult fideszes jelöltek indultak, több választókerületben is 10%-ponttal is több szavazatot kaptak, mint 2014-ben. Sesták Miklós például a szavazatok 63%-át kapta Kisvárdán, szemben a 2014-es 48%-ával. Rá 8000-rel több szavazat érkezett, mint a legutóbbi választáskor. Nyírbátorban Simon Miklós fideszes képviselő az előző 50%-hoz képest most 58%-ot kapott. Nagy sikerként és nagy győzelemként értékelem a tegnap estét, mind a választókerület szempontjából, mind Magyarország szempontjából. A Fidesz-KDNP felhatalmazást kapott arra, hogy megvédjük Magyarországot, és ezt teljes erővel kell tennünk. Ugyanakkor a kampányba egy másik vonalat is vittünk, ez pedig az, hogy a rendszerváltás óta a legtöbb fejlesztési forrás ebben a ciklusban érkezett mind a választókerületbe, mind az országba. De a kettő össze is kapcsolódik, mert hogy ezeket az elért eredményeket, ezeket az elért kiváló eredményeket meg kell védenünk gyermekeink és unokáink jövője szempontjából. A Nyíregyháza belvárosát magába foglaló Szabolcs 1-es körzetben Szabó Tünde több mint 19 000 szavazatot kapott, ami 41,2%-os győzelmet jelentett. A vele szemben induló MSZP párbeszéd jelölt az MSZP-s Csabai Lászlóné a szavazatok 32,26%-át szerezte meg, a Jobbikos Lengyel Máté 19,12%-ot, az LMP-s Szoboszlai György Saba 3,21%-ot, a Momentum színeiben induló Babosi György pedig 1,48%-ot kapott. Magyarország polgárai döntöttek, és biztos vagyok benne, hogy ez a választás egy történelmi sorsdöntő választás volt, és ezt mindenki érzékelte. Hiszen Nyíregyházát, hogyha nézzük, akkor soha ennyien nem szavaztak. Ugye a magyar demokrácia sikere egyben az, hogy ilyen sokan éltek azzal a jogukkal, amely tényleg mindenkinek adott, hogy szavazzanak, és a saját sorsukat akarták ezek szerint a saját kezükbe tenni.
Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, tényleg a demokrácia ünnepének is lehetne mondani. Egy nagyon független, erős, biztonságos és szabad nemzetet tudunk magunknak, és ez azt is eredményezi ez a választás, hogy az is leszünk. Az biztos, hogy nem csak Magyarországon várták ezt a választást és az eredményét, hanem szerintem egész Európában. És én is nagyon meg szeretném köszönni Nyíregyházának, szülővárosomnak, hogy azt a bizalmat megkaptam, hogy képviselhetem őket a parlamentben, nyíregyháziakat, az itt élő embereket, hiszen nagyon-nagyon sok a feladatunk, és én úgy éltem mindig is az életemet, hogy a sikernek az számít, ami mindenkinek az érdekét szolgálja. Úgyhogy a munkám során a nyíregyháziakért, az itt élő emberekért és a közösségért fogok tenni és dolgozni. A szintén Nyíregyháza központú kettes választókörzetben a 4 éve is győztes Vinnai Győző fideszes képviselő a szavazatok 48,89%-ával nyert, közel 6000 szavazattal előzve meg a jobbikos Fülöp Erik Sándort, aki 34,31%-ot kapott. Tegnap választásokon nagyon magas volt a részvétel, a Szabolcs kettes választókerületben is soha nem látott magasságukban volt a részvétel, és ez a demokrácia ünnepe volt, mert az emberek nem csak 4 évről döntöttek a véleményem szerint, hanem a jövőjükről, a jövőkről, a közös jövőnkről, és az, hogy ilyen erős felhatalmazást adtak a fideszes jelölteknek, és köztük nekem, hiszen a Szabolcs kettes választókerületet körülbelül több mint 3000 szavazattal kaptam többet, mint 2014-ben. Ez minősíti azt, hogy az elmúlt 4 évben végzett munkát, illetve a biztonságos jövőt választották, mert az emberekkel beszélgetve azt mondták, hogy biztonságban kell lenni, dolgozni kell, legyen elég munkahely, munkahelyteremtés, ez kiemelt feladatom volt, javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, az egészségügyi és szociális viszonyokat. Sok még a teendő, az előttünk álló 4 évre is, meg még talán több időre is ad feladatot, de én szeretném ezzel az erős felhatalmazással alázattal szolgálni az embereket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a részvétel 65%-hoz közelített a választókerületekben. Nyíregyházán a választók több mint 70%-a ment el szavazni, a legalacsonyabb részvétel pedig a Szabolcs 2-es körzetben volt, 63,77%-kal. A 6 szabolcsi választókerületben tehát Szabó Tünde, Vinnai Győző, Sesták Miklós, Tilki Attila, Kovács Sándor és Simon Miklós fideszes képviselők győztek. A Fidesz-KDNP kétharmados győzelme egy stabil alapot ad a kormányzáshoz a következő 4 évben. Ezt Vitál Attila mondta választási műsorunkban. A szociológus kiemelte, a 2014-es választáshoz képest közel 800 000-rel több szavazó járult az urnákhoz, ami nem csak a Fidesz győzelmét hordozta magában, hanem az esetleges kormányváltás lehetőségét is. Vitál Attila kitért az ellenzéki pártokra is, szerinte a baloldalon óriási átrendeződésre van szükség. Bár az eredmény még nem végleges, a választáson szinte biztosan ismét kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fidesz-KDNP. A magas, közel 70%-os részvétel mellett az elemzők előzetesen azt várták, hogy a magas részvételből az ellenzéknek lehet előnye. Végül nem ez történt, sőt ez az első olyan választás, amit a Fidesz kifejezetten magas részvétel mellett nyert meg. Ekkora támogatottsága az egy nagyon kellő és nagyon erős legitimációs alap lesz. Tehát azt gondolom, hogy a következő 4 évben egy meglehetősen stabil kormányzásra számíthatunk, hiszen az ellenzéknek innentől kezdve nagyon nagy legitimációs alapja megkérdőjelezni a kormány által kijelölt irányokat nem nagyon lesz, hiszen a választási eredményekre mindig vissza lehet mutogatni. Ez lényegében ez a 2010-es választási eredményekre inkább hasonlít, mint a 14-esre. A szociológus elmondta, azok, akik a 2014-es szavazáson nem éltek választójukkal, most erősebb kormányváltó hangulatban voltak. Úgy tűnik, hogy kb. 800 000-rel többen szavaztak most, mint 2014-ben, és nem volt teljesen alaptalan az a várakozás, hogy azok, akik most éltek a választójukkal a 14-es választáshoz képest, azok körében erősebb a kormányváltó hangulat, az előzetes mérés is ezt mutatta, de ugyanakkor persze azt is lehetett látni, hogy nagyon erős és nagyon intenzív mozgósító stratégiát hajtott végre a Fidesz, úgyhogy
benne volt az elméleti lehetőség a kétharmadnak, mint a beszélgetés egy korai szakaszában már utaltam az ismert elemzőre, Török Gábor, aki azt mondta, hogy lehet, hogy kétharmada lesz a Fidesznek, lehet, hogy feles, lehet, hogy elbukja, bármi lehet. Hát lényegében a bármi lehet az, ami bejött. Vitál Attila szerint ez a választás óriási tanulság volt a kormánypártnak és az ellenzéki pártoknak egyaránt, hogy milyen stratégiával lehet a választópolgárokat meggyőzni. Sokkal érdekesebb, hogy mi történik a ellenzéki pártokkal. Én egyébként is azt gondoltam, hogy az MSZP szervezetileg, politikailag és morálisan már egyaránt széthullott, és ez az utolsó pillanatban ez a kívülről behozott egyébként népszerűnek tűnő és tulajdonképpen karizmatikus tulajdonságokkal is bíró jelölt, miniszterelnök jelölt Karácsony Gergely meg tudja menteni ezt a pártot a totális bukástól. A választási végeredmény függvényében azt látható, hogy nem. Tehát, hogy itt a bal oldalon egy óriási átrendeződésre lehet számítani. Én azt se tartanám kizártnak, hogy az MSZP-ben a következő ciklusban mint párt megszűnne, és egy teljesen új alapokra épülő baloldal jöhet létre. A szociológus kiemelte, ez a végeredmény azt mutatja, Magyarországon a jobboldali konzervatív politika olyan mértékben teret nyert, ami esetleg a következő 2-3 ciklusra is meghatározhatja a magyarországi politikai erőviszonyokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyes számú választókerületben az országos átlag fölötti 69,14%-os volt a részvételi arány a vasárnapi választáson. A legutóbbi adatok szerint több mint 50.800 választópolgár voksolt, de a többi kerületben is 62%-os fölötti volt a választási kedv. A választás.hu oldalon hivatalosan még csak a 18 óra 30 perces adatok érhetők el. A Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában is sokan szavaztak. Országszerte 10.285 helyen várták a választópolgárokat. A délelőtt folyamán országos szinten folyamatosan megdőltek a részvételi rekordok. Délután egy órára már a jogosultak több mint 42%-a adta le a voksát. A megkérdezettek többsége azt mondta, főleg a médián keresztül ismerte meg a jelölteket. Végül is a tévén keresztül tudunk igazából, mert a környezetünkben nincs olyan ember, aki úgymond a politikába járatos, de hát magunkra hagyatkoztunk most. Most próbáltuk még délelőtt az interneten nézni, ugye nehéz volt behozni ezt a... az egyéni listákat, meg ugye a választókörzeteket, de végül is sikerült, úgyhogy abból nézegettük ki a neveket, és akkor tulajdonképpen útközben kommunikáltunk. A Kertvárosi Általános Iskolában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is leadta szavazatát, Sesták Oszkár még a délelőtti órákban voksolt. Egy átlagos választásnál lehet így mondani, hogy 4 évente van az országban, ennél fontosabb a mai választás, hiszen a jövőnkről döntünk. Arról döntünk, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, nem csak a következő 4 évre, hanem a következő évtizedekre, sőt talán évszázadra is. Ez látszódik, érződik a választói aktivitáson. Remélem a megyei adatok is olyanok lesznek aztán a nap végén, ami nem kell szégyenkeznünk, és akár példát is tudunk mutatni az országnak. Napkoron a 3-as számú választókerületben összesen 23 képviselő jelöltre voksolhattak a választópolgárok. Nem vagyok rasszista, de nem akarom a migránsokat. Viszont azt szeretném, hogy azért a magyarok maradjanak. A külföldi magyarok is. Az eddigiek, amit eddig kaptunk, ugyanazt szeretnénk megtartani. Mindenképpen élni kell ezzel a jogunkkal, meg kicsit meghatározza a jövőnket. A választópolgárok között olyanok is voltak, akik nyíltan beszéltek döntésükről. Mi alapján hozta meg a döntését? Hát én a Fidesz alapján. Így, kész. A Fideszre. Fideszre. Eddig is őket támogattam, úgyhogy ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen.
Szabolcs-Szatmár Bereg megye mind a 6 választókerületében a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje győzött. Az ellenzék jelöltjeit meglepte a nagyarányú győzelem, de mindannyian azt mondták, a megkezdett munkát nem hagyják abba, továbbra is mindent megtesznek a választókerületükben élő emberekért. Az április 8-ai választási eredmények sok mindenkit megleptek. Az ellenzék jelöltjei közül sokan számítottak a végső sorrendre, azonban ilyen fölényű Fidesz győzelemre nem. Sokan keresik az okokat, a miérteket és a további lehetőségüket. Két dolog közös bennük, a kapott szavazatokért hálásak, és nem adják fel, a megkezdett munkát tovább folytatják. Ez a 71,1% ez magasabb, mint az országos, és magasabb, mint a korábbi évek bármelyik választása. Igazán nagyszerű, hogy Nyíregyháza polgárai a kötelezettségeket és a felelősséget vállalják az ország érdekében. Több mint 16 ezer szavazatot kaptam, ami még tovább fog nőni, hiszen egy választókörzetbe, vagy szavazókörben még nem zárult le a szavazás. Ez több, mint amivel Kovács Ferenc polgármester lett. Mi többre számítottunk, arra gondoltuk, hogy az a program, amit megkérdettünk, és amelyet a megyénk felzárkóztatása érdekében igyekeztünk minél több emberrel megismertetni, több embernek fogja a támogatását bírni. Sajnálom, hogy nem így sikerült. Majd elemezni kell, hogy pontosan mik voltak ennek az okai. Köszönöm a nyírbátoriaknak, hogy engem választottak. Sajnálom, hogy a választókörzet egyéb települései úgy gondolták, hogy ezt a bizalmat nem akarják nekem megadni. Megértettem, tudomásul vettem, és értelemszerűen a város érdekében, a jövőben is mindent meg fogok tenni, hogy a választók bizalmát megháláljam. Több lehetőség is felmerült az ellenzék jelöltjei körében, hogy miért alakulhattak így az eredmények. Egyszerűen az emberek féltek, és annak a nagy média propagandának, amit a Fidesz az elmúlt pár évben felállított, meg lettek tévesztve az emberek, és emiatt a Fideszre szavaztak. A jövő sok minden tartogathat, egy dologra bíztatok minden nyíregyházit, aki az ellenzékre szavazott, nem fogjuk abba hagyni, továbbra is fel fogjuk deríteni mind a városi, mind az országos korrupciós botrányokat. A fideszesek továbbra is érezhetik a hátuk mögött a tekinteteinket, figyelni fogjuk minden lépésüket, és megpróbáljuk továbbra is a magyar emberek érdekeit szolgálni, és bízunk abban, hogy az emberek ezt észre fogják venni. Hasonlóképpen áll a jövő feladatai elé a demokratikus koalíció is. Megmaradunk továbbra is ellenzékbe, és küzdünk ez ellen a rezsim ellen, mert ez nem maradhat így tovább. Mi nem fogjuk tétlenül nézni, hogy a határon túli magyarok döntsenek a határon belül élők sorsáról. Nem fogjuk nézni, hogy az egészségügyet még tovább lerombolják, még több várólista legyen, még nagyobb várólista legyen, így is hónapokat kell várni. Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy még jobban lebutítsák a fiatalságot, mint ahogy levannak. Tehát mi szükségünk van nekünk erre? Én tudom, vejétől büzlik a hal, de nincs rá szükségünk. Ezt a rendszert le kell bontani, és a lehető leghamarabb. A DK jelöltje azt javasolta, fogjanak össze a pártok és követeljenek ki egy új szavazást külföldi semleges megfigyelőkkel, informatikus szakemberekkel. Sorozatban 9. győzelmét aratta a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttese az NB1 19. fordulójában az MTK Budapestet fogadta, és 26-21-re jobbnak bizonyult fővárosi ellenfelénél. A tabellán 5. helyen álló Kisvárda pénteken Siófokon lép pályára. 8 győztes meccs után érthetően a hazai csapat volt a találkozó esélyese, és a Kisvárda ennek szellemében is lépett pályára. Az első fél időben 3 gólos előnyt szerzett Vlatko Gyonovics együttese, úgy, hogy a találatok szépen eloszlottak a játékosok között. A második fél idő elején megduplázta előnyét a Várda, aztán viszont az MTK percei következtek, 2 gólos rapadt a két csapat közötti különbség. Mielőtt azonban aggódni kezdhettek volna a hazai szurkolók, ritmus váltott a házigazda, és végül 5 gólos sikert aratva folytatta győzelmi szériáját a Kisvárda. Az első 15 percben nyújtott védekezéssel elégedett vagyok, de utána sok problémánk akadt, főleg a beálló posztom. Ezen mindenképpen javítanunk kell. A támadójátékunk nem volt valami fényes, de elfogadható volt, viszont tudunk ennél jobban is játszani. Köszönöm a csapat és a csapat körüli dolgozók munkáját. A következő meccsünk a legjobbak közé tartozó Siófok ellen lesz. Ott többet kell majd nyújtanunk, de képesek vagyunk meglepetést szerezni.
A vendégek edzője szerint több önbizalommal és kevesebb hibával szorosabb mérkőzés játszottak volna a hazaiakkal. Óriási akarattal, de nagyon sok technikai hibával játszottunk. Már volt az első fél idő is mínusz 5, de mindig valahogy sikerült egy kicsit átbillenteni és közelíteni a kisvárdát, de a kritikus szituációkat, amikor azt mondanám és gondolnám, hogy lehetett volna egy olyan törés, hogy ki tudjuk használni a kisvárdának a hibái, pont belehibáztunk, és egy kicsit rutinosabb volt az ellenfélünk, ő pontosan amikor kellett, amikor nagyon fontos volt, ami hibáinkat kihasznált, az ennyi az egész, és az nem lehet mondani se az első fél időre, se a másodikra, az 60 percen keresztül így zajlott az egész mérkőzés. Hiányzott egy valami nagyon plusz, hogy egy kicsit több önbizalmunk lenne. Nem sikerült, megyünk tovább. A forduló további eredményei a következők: Debrecenért 21-24, Kecskemét Vasas 25-24, Albafehérvár Budaörs 29-28, Vác Békés Csaba 48-28 és Siófok Dunai Város 21-23. A tabella élén a Győr áll 36 ponttal, megelőzve a szintén 36 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 pontos Kisvárda az 5. helyen várja pénteki siófoki vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Újra kétharmados többsége lehet a Fidesz-KDNP-nek a parlamentben. A szavazatok feldolgozása még folyamatban van, hiszen az átjelentkezők voksait még összegzik. A lakóhelyüktől távol szavazók miatt volt olyan szavazókör, amelyet csak este 11 óra előtt nem sokkal tudtak bezárni. A Fidesz-KDNP kétharmados győzelme egy stabil alapot ad a kormányzáshoz a következő 4 évben. Ezt Vitál Attila mondta választási műsorunkban. A szociológus kiemelte, a 2014-es választáshoz képest közel 800 ezerrel több szavazó járult az urnákhoz, ami nem csak a Fidesz győzelmét hordozta magában, hanem az esetleges kormányváltás lehetőségét is. Vitál Attila kitért az ellenzéki pártokra is, szerinte a baloldalon óriási átrendeződésre van szükség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyes számú választókerületben az országos átlag fölötti 69,14%-os volt a részvételi aránya vasárnapi választáson. A legutóbbi adatok szerint több mint 50.800 választópolgár voksolt, de a többi kerületben is 62%-os fölötti volt a választási kedv. A választás.hu oldalon hivatalosan még csak 18 óra 30 perces adatok érhetők el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Április 9-én hétfőn friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A Kárpát-medence időjárását eleinte döntően egy anticiklon határozza meg, majd a délutáni, késő délutáni óráktól délnyugat felől nedvesebb léghullámok érik el térségünket. Változékony időre számíthatunk. Kedden átmenetileg kissé mérséklődik a nappali felmelegedés, de még így is a sok évi átlag felett alakul a hőmérséklet. Az előttünk álló éjszaka megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Zápor előfordulhat helyenként, a déli szél időnként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Több helyen előfordulhat záporeső, néhol zivatar. A déli szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet, és szorványosan, csütörtök délutántól főleg nyugaton, pénteken még elsősorban keleten többfelé számítani lehet záporesőre, néhol zivatar is előfordul. Viszonylag enyhének ígérkeznek az éjszakák, és a maximum hőmérséklet is több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket.